A gyerekek egy rövid műsorral készültek a fogadásra, ahol egy dalt adtak elő, valamint 4 verset is elszavaltak. A Kéz a Kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezet 2003-ban jött létre. Ma már 22 tagot számlál az egyesület, akikkel napi rendszerességgel foglalkoznak. A napi foglalkozásunk az reggel tornával kezdődik, utána reggelizünk, akkor takarítás, és utána körülbelül olyan 10 órától, amikor elkezdünk velük foglalkozni, ami a hivatalos foglalkozás. Ez megvan minden időszakban, hogy mi a fontos, mivel foglalkozunk. Az entai önkormányzat számára a Kéz a Kézben civil szervezet kiemelten fontos. Nem csak anyagilag, de erkölcsileg is igyekeznek minél több segítséget nyújtani az egyesületnek. Úgy gondolom, hogy hosszú távon nagyon sok megoldást kell találnunk arra, hogy meg tudjuk oldani a pedagógusoknak, az ott dolgozó pedagógusoknak, az ott dolgozó segítőknek és a gyerekeknek is az ellátását. Hiszen a legfontosabb cél az önálló ellátás és az élet minőségének a javítása. Az ENSZ 1992-ben nyilvánította december 3-át a fogyatékkal élők világnapjává, azzal a céllal, hogy elősegítse a fogyatékkal kapcsolatos kérdések jobb megértését, valamint hogy támogatást biztosítson a fogyatékkal élők méltósága, jogai és jóléte érdekében.